Igyekeztem biztos felkészültséggel és izgalommentesen érkezni a válogatóra, és ez nagy mértékben sikerült is elérnem, viszont amikor kiléptem a fal mögül a produkcióhoz, akkor hirtelen szembesültem, és láttam azt, hogy akkor én most tényleg itt vagyok, és most tényleg komoly helyzet van, akkor egy kicsit elkezdtem izgulni. Az egyik legkedvesebb emlékem, amikor a Ruszalka áriája után a zsűri kiértékelt. Az volt talán a legnagyobb megerősítés eddig a pályámon. Komolyan mondom, hogy lenyűgöző volt. Ami a leginkább megérintett, Ládai István mondata volt. Nem vonod el a zenéről a figyelmet. Ahogy vártuk, hogy kinyeri a korcsoportot. Érdekes mond, megint nem izgultam, mert annyira biztos voltam, hogy nem én leszek az. Ma Kristóf Réka nyert. Szerintem nem érdemeltem meg jobban a győzelmet, mint ők. A Virtuózok műsornak köszönhetően énekelhetek itthon, és hallhat a családom. A nagymamám is, apukám is, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép dolog. Ezért nagyon hálás vagyok. Virtuózok színpadán Kristóf Réka. Thank you.
Kedves Réka, most, hogy így négy szem közt maradtunk, egy vallomást kell tegyek. Azt gondoltam, hogy a múlt heti Lihán Strauss produkcióval a hódolatom az a tetőfokára lépett. Tévedtem. Zsűri. Réka, bráva, tényleg, mert ugye a színfalak mögött egy ilyen nagyon egyszerű, alázatos, kedves személy vagy, aztán kiállsz a színpadra, és mindig pontosan az a szerep vagy az a személy, akinek lenned kell. Nem több és nem kevesebb. Az, hogy énekelsz, fantasztikusan. De az, hogy olyan ízléssel formálod meg ezt, mind hangilag, mind szerepben a figurákat, te magadat, ez egyszerűen hihetetlen és elképesztő, mert nagyon kevés énekes képes rá. Szóval, hát, örök hódolód maradok. És ha van egy kis esze a nagy karmestereknek itt Magyarországon, akkor még sokat látunk itt. Pontosan itt folytatnám, ahol Erika abba hagyta, szerintem bárhol a világon, bármelyik nagy és kis karmester és operaház örülne, hogyha Donna Elvira szerepére egy ilyen csodálatos énekesnőt állíthatna a színpadra. Ugye ez egy hosszú ária, és azért hosszú, mert ennek az operánk egy különleges figuráját próbálja visszaadni, egy lelkileg megtépázott, frusztrált, tulajdonképpen azt mondja, hogy depressziós és rögeszmés hölgyet, aki ugye állandóan ismétli önmagát, aki szereti még ezt a gazfickót, ugye a Don Giovannit, és ezért egy kicsit utálja magát, de utálja a Don Giovannit is, mert elhagyta, tehát egy állandó hullámzás, és ezt az érzést, ezt a figurát így most itt az operából kiragadva ilyen csodálatos kifejezéssel előadni, hát teljesen oda vagyok, és ez a múltkori késcsók, amit azért beváltottam, megmondom a kedves nézőknek őszintén, a Lihán Strauss-dal után, hát ezt most meg fogom ismételni. Gratulálok! Bravo!